Az időutazás gondolata és történelmi gyökerei. Az időutazás gondolata mélyen gyökerezik az emberi kultúrában és történelemben. És a lehetőség. Hogy visszamenjünk a múltba, vagy előre a jövőbe. Izgatja a képzeletünket. Már az ókori kultúrák is fantáziáltak az időutazás lehetőségéről, bár ebben az időben inkább spirituális és misztikus jelentéssel bírt, mint sem tudományos alapon állt volna. Az idő, mint fogalom, mindig is lenyűgözte az emberiséget, és a különböző mítoszok, legendák és vallási szövegek egyaránt utalnak a tér és idő határainak átlépésére. A modern időkben azonban az időutazás valódi lehetősége a tudományos fantasztikus irodalom által vált ismerté, különösen Wells az időgép című regényével, amely 1905-ben jelent meg. Wells elképzelése szerint egy gép lehetővé tenni az utazást az időben előre és hátra, és ez az elmélet gyorsan bekerült a köztudatba. Azóta a sci-fi irodalomban és a filmiparban egyaránt népszerű témává vált az időutazás, ami jól tükrözi a társadalom e téma iránti érdeklődését. Az időutazás modern elképzelése azonban nem csak a fantázia szüleménye. Albert Einstein általános relativitás elmélete által tudományos alapot kapott az idő és tér összefonódása, ami új kérdéseket vetett fel. Einstein felismerte, hogy az idő és tér nem abszolútak, hanem egymással kölcsönhatásban állnak, és a téridő szövetét az anyag és energia jelenléte módosítja. Ez a felismerés új lehetőségeket nyitott meg az időutazás megértésében, bár még mindig viták tárgyát képezi, hogy ez elméletileg vagy gyakorlatilag megvalósítható-e. Az időutazás fogalma tehát nem csupán képzeletbeli konstrukció, hanem az általános relativitás elmélet révén tudományos elméleti kereteket is kapott. Az idő, mint negyedik dimenzió, lehetőséget ad arra, hogy más perspektívából tekintsünk saját jelenünkre és múltunkra, és ezen keresztül talán a jövőnket is megismerhessük. Az alábbi fejezetekben részletesebben bemutatjuk a tudományos elméleteket és paradoxonokat, amelyek az időutazás kérdéskörével kapcsolatosak. Az időutazás tudományos alapjai és az általános relativitás elmélet. Az időutazás fogalma a 20. század elején vált komolyabb tudományos viták tárgyává, Különösen Albert Einstein munkásságának köszönhetően. Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletét, amely az idő és tér kapcsolatának megértésében forradalmi áttörést hozott. Ebben az elméletben az idő és tér nem önálló, különálló entitásokként léteznek, hanem egy egységes téridő szövetét alkotják, amelyben a gravitáció, az anyag és az energia hatására elhajlik vagy módosul. Az általános relativitás elmélet egyik legfontosabb alapelve, hogy az idő a gravitáció hatására eltérően telik. Például, ha egy tárgy hatalmas gravitációs mezőben van, mint például egy fekete lyuk közelében, az idő jelentősen lassulhat ahhoz képest, amit egy kevésbé erős gravitációs térben érzékelnénk. Ezt a jelenséget idődilatációnak nevezik. Ez azt is jelenti, hogy elvben lehetséges lenne olyan területre utazni, ahol az idő lassabban telik, így visszatérve a kiinduló pontunkhoz olyan hatás érvényesülne, mintha előre utaztunk volna az időben. Az idődilatáció jelenségét már megfigyelték és bizonyítékokkal alátámasztották. 1969-ben amerikai tudósok például atomórákat helyeztek el repülőgépeken, és megfigyelték, hogy a gyors mozgás következtében az órák lassabban jártak, mint a Föld felszínen maradt társaik. Ez az időeltolódás a sebességtől és gravitációs környezettől függ, és a relativitás elmélet pontosan megjósolta ezt az eltérést. Az időutazás elméleti lehetősége tehát szoros kapcsolatban áll a téridő struktúrájával, és a gravitáció hatására bekövetkező idődilatációval az általános relativitás elmélet nem zárja ki az időutazást, de komoly akadályokat is elénk állít. Az időutazáshoz olyan extrém feltételekre lenne szükség, mint például fekete lyukak vagy féreg lyukak létrehozása és irányítása, amelyek jelenleg még elérhetetlenek az emberiség számára. Az elmélet szerint ugyanakkor lehetséges lenne egy olyan téridőgörbület, amely visszajuttat egy pontot önmagába az időben, ezt zárt időszerű görbéknek nevezik. A zárt időszerű görbék koncepciója matematikailag lehetséges megoldásokat kínál az általános relativitás elmélet egyenleteiben. Az ilyen görbék révén elvileg létrehozhatók olyan időhurkok, amelyekkel visszafordulhatunk saját múltunkba. Azonban az ilyen elméleti konstrukciók rengeteg kérdést vetnek fel, és számos paradoxonhoz vezetnek, amelyekkel a következő fejezetben foglalkozunk részletesebben. Einstein munkássága tehát nem csak megnyitotta a lehetőséget az időutazás elméleti vizsgálata előtt, hanem új utakat is kijelölt az idő és tér kapcsolatának megértésében. Az általános relativitás elmélet alapvetően átalakította azt, ahogyan az időt érzékeljük, és megmutatta, hogy az idő relatív és változékony, a gravitáció és sebesség függvényében. Ez a felismerés az időutazás egyik legfontosabb tudományos alapja, és elméleti keretet nyújt ahhoz, hogy tovább vizsgáljuk ennek a lenyűgöző jelenségnek a lehetőségeit. Az időparadoxonok és az időutazás logikai kihívásai amikor az időutazásról beszélünk, gyakran olyan paradoxonokkal találkozunk, amelyek logikailag kihívást jelentenek, és egyesek szerint akár teljesen lehetetlenné is tehetik az időutazást. A legismertebb ilyen paradoxon az úgynevezett nagyapa paradoxon, amely az időutazás során létrejövő ellentmondásokra mutat rá, képzeljük el, hogy valaki visszautazik az időben, és véletlenül vagy szándékosan megakadályozza saját nagyapja és nagyanyja találkozását. Ebben az esetben hogyan születhetne meg az időutazó, ha a saját származásának láncolatát megszakította. Ezzel a tettel elméletileg kiiktatná saját létezésének lehetőségét, ami logikai ellentmondást szül. A nagyapa paradoxon arra világít rá, hogy az időutazás vissza a múltba potenciálisan veszélyes következményekkel járhat. Az ilyen jellegű paradoxonok arra is rávilágítanak, hogy az idő és az események láncolata szoros kapcsolatban áll egymással, és ha egy beavatkozás megszakítja ezt a láncolatot, az alapvető logikai kérdéseket vethet fel. Az időparadoxonok megértéséhez fontos figyelembe venni, hogy az idő egyirányú, vagyis természetesen csak előre halad. Az idő visszafordítása sokak szerint a természet törvényeinek megszegését jelentené, ezért ezek a paradoxonok valóban akadályt jelenthetnek az időutazás előtt. Egy másik híres paradoxon a bootstrap paradoxon, amely az önmagát okozó események kérdéskörét veti fel. Ebben az esetben az időutazó például egy tárgyat vagy információt hagy a múltban, amelyet később valaki más megtalál, majd visszajuttatja azt az időutazónak, így az eredeti tárgy vagy információ eredete megszűnik létezni. Ez az úgynevezett okozati hurok problémája, amely azt sugallja, hogy bizonyos események ok nélküliek lehetnek, ami szintén megkérdőjelezi az időutazás lehetőségét. Ez a paradoxon számos tudományos fantasztikus történetben is megjelenik, és rávilágít arra, hogy az időutazás során az OK okozati lánc veszélyesen eltorzulhat. A multiverzum elmélet egy lehetséges megoldást kínál ezekre a paradoxonokra. Ez szerint minden egyes döntés, amelyet valaki hoz, egy új alternatív világot hoz létre, amelyben más-más következményekkel jár. Ha valaki visszautazik az időben és megváltoztat valamit, ezzel egy párhuzamos univerzumot hoz létre, amely különbözik az eredetitől, és így a nagyapa paradoxon problémája elkerülhető. Ebben az elméleti keretben minden döntés és minden időbeli beavatkozás egy különálló valóságot hozna létre, amely nem befolyásolná az időutazó eredeti világát. A multiverzum elméletet sok tudós és filozófus izgalmas lehetőségként tartja számon, bár gyakorlati bizonyítékok egyelőre nem támasztják alá. Az időutazás paradoxonai tehát komoly kérdéseket vetnek fel, amelyekre a tudósok különféle elméletekkel próbálnak választ adni. Egyes kutatók szerint, ha az időutazás valóban lehetséges lenne, akkor a természet törvényei automatikusan pác kiavítanák az esetleges paradoxonokat. Például azáltal, hogy az időutazó döntései nem változtatnák meg alapvetően a múltat. Ezt nevezik önkonzisztens idővonalak elméletének, amely szerint minden múltbeli esemény rögzített, és az időutazók nem tudnak olyat tenni, ami felborítaná az események folyását. Az időparadoxonok nem csak logikai kihívásokat, hanem érdekes filozófiai kérdéseket is felvetnek az idő természetéről, a szabad akaratról és az okokozati láncokról. Vajon létezik-e szabad akarat, ha az időutazás során nem tudjuk megváltoztatni a múltat, vagy az időutazás valójában csak egyfajta illúzió? Az időparadoxonok tanulmányozása arra ösztönzi a tudósokat és filozófusokat, hogy újra gondolják az idő természetét és az univerzum működését. A következő fejezetben az időutazással kapcsolatos modern elméletek közül a féreglyukak koncepcióját, és a téridő görbületek szerepét fogjuk megvizsgálni. Féreglyukak és téridő görbületek, az időutazás alternatív elméletei. A féreglyukak fogalma az egyik legérdekesebb elképzelés az időutazás megvalósításának lehetőségeit illetően. A féreglyuk egy elméleti átjáró, amely két különálló pontot köt össze a téridő szövetén belül, lehetővé téve a tér és idő gyors hidalását. A féreglyukak elképzelése szintén az általános relativitás elméletből ered amely szerint a téridő olyan módon is meggörbülhet, hogy híd jöhet létre két különböző hely vagy idő között. Ennek köszönhetően a féreglyukak nem csak térbeli, hanem időbeli ugrást is biztosíthatnának, tehát elfben alkalmasak lennének az időutazásra. A féreglyukak fogalmát először az 1920-as években dolgozták ki Albert Einstein és Nathan Rosen, ezért ezeket gyakran Einstein-Rosen hidaknak is nevezik. Az elmélet szerint a féreglyukak két különböző pontot kötnének össze a téridőben, úgy, hogy az egyik végén belépve azonnal megjelenhetünk a másik végén, akár a térben nagy távolságokat áthidalva, akár időbeli ugrást is lehetővé téve. Az ötlet azért vonzó, mert így elvileg megkerülhető lenne a fénysebesség korlátja, amelyet a relativitás elmélet szerint nem lehet túllépni. A féreglyukak révén így a fénysebesség áthágása nélkül is lehetséges lenne a gyors utazás az időben vagy a térben. Azonban a féreglyukak elméletének számos komoly akadálya van, amelyek megnehezítik az időutazás gyakorlati megvalósítását. Először is az ilyen struktúrák rendkívül instabilak lennének. Amint valami vagy valaki belép egy féreglyukba, a féreglyuk azonnal összeomolhat, elzárva az utat. Az instabilitás oka, hogy a féreglyukak létrehozásához és fenntartásához olyan extrém feltételek kellenek. Mint például negatív energiájú anyag, vagy úgynevezett exotikus anyag, amelyeket jelenlegi technológiai szintünkön nem tudunk előállítani vagy felhasználni. Az exotikus anyag olyan hipotetikus anyag, amely negatív energiával rendelkezik, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a féregjukat nyitva tartsuk, és megakadályozzuk annak összeomlását. A féreglyukak időutazásra való felhasználásának további kihívása a téridő görbületének precíz ellenőrzése. A téridő extrém görbítése ugyanis hatalmas energiát igényelne, amelynek előállítására és kontrollálására jelenleg nem rendelkezünk eszközökkel. Továbbá, még ha sikerülne is egy stabil féregjukat létrehozni, akkor is fennállna az a probléma, hogy hogyan lehetne úgy manipulálni a féregjukat, hogy az időben való visszautazást is lehetővé tegye, nem csak a térbeli helyek közötti mozgást, az időutazás szempontjából olyan féregjukra lenne szükség, amelyben az egyik vég lassabban öregszik mint a másik. Ez az idődilatáció révén megvalósítható lenne, ha az egyik végét például egy erős gravitációs mezőbe helyeznénk, ahol az idő lassabban telik, míg a másik vége szabadabban mozogna. Az ilyen típusú féregjukak működéséhez szükséges fizikai feltételek megteremtése azonban óriási kihívást jelent. Az időben való utazás ezen formája rendkívül bonyolult elméleti és gyakorlati akadályokat támaszt. Bár a féregjukak a tudományos fantasztikus irodalomban és a filmekben gyakran megjelennek, a valóságban még mindig kérdéses, hogy létezhetnek-e egyáltalán, és ha igen, hogyan lehetne őket irányítani. Az egzotikus anyag hiánya és a szükséges energiaforrások megteremtésének nehézségei jelenleg elérhetetleneké teszik a féregjukak létrehozását és időutazásra való felhasználását. A féreglyukak koncepcióján túl az időutazás másik lehetséges módját a zárt időszerű görbék kínálják, amelyeket már az általános relativitás elmélet egyenletei is felvetnek. Ezek olyan téridő görbületek, amelyek elméletileg lehetővé teszik, hogy egy pont az időben visszatérjen önmagába, így egy időhurok keletkezik. Az ilyen időhurkok létrejötte például elképzelhető forgó fekete lyukak környezetében is, ahol a téridő extrém módon torzul, a forgó fekete lyukak körül kialakulhat egy olyan zóna, ahol az idő és tér közötti határok elmosódnak, és elvben megvalósulhat egy időhurok, amely visszavezet az időben. Ezek az elméletek, bár matematikailag levezethetők, számos kihívást rejtenek magukban, és gyakorlati megvalósításuk jelenleg szinte elképzelhetetlen. A téridő görbületeinek és féreglyukaknak a megértése azonban izgalmas lehetőségeket kínál a tudományos kutatásban, és arra ösztönzi a fizikusokat, hogy új módszereket keressenek az idő és tér manipulálására. Az időutazás kérdése tehát nem csak a sci rajongóit, hanem a tudományos közösséget is rendkívüli mértékben foglalkoztatja. Az időutazás megvalósíthatóságának realitása és jövőbeli kilátások. Az időutazás témája, bár sokáig csupán a tudományos fantasztikus művek képzeletbeli világában létezett, már a fizika és a filozófia egyik legizgalmasabb kérdésévé vált. A korábban tárgyalt tudományos elméletek, mint a téridő görbületei, a féregjukak és az időparadoxonok mind azt mutatják, hogy az időutazás nem ütközik feltétlenül logikai vagy matematikai akadályokba, de a gyakorlati megvalósítása egyelőre rendkívüli kihívások elé állítja az emberiséget. Az időutazás realitása szempontjából alapvető kérdés, hogy létezhetnek-e a téridő olyan speciális struktúrái, amelyek lehetővé tennék az időben való előre vagy visszautazást. Az általános relativitás elmélet alapján lehetségesek az olyan téridő görbületek, amelyek elméletileg időutazásra is felhasználhatók. Azonban az ilyen görbületek létrehozása és kontrollálása egy olyan technológiai és energetikai szintet követelne meg, amely jelenleg még csak a tudományos fantasztikum birodalmában létezik. A szükséges energiamennyisége, amely például egy féreglyuk stabilizálásához kellene, sokszorosa annak, amit bármilyen ismert forrásból elő tudnánk állítani. Az időutazás gyakorlati megvalósítása a kvantummechanika egyes alapelveinek további kutatását is igényli. A kvantumfizika különleges törvényei, mint a szuperpozíció és a kvantumösszefonódás olyan jelenségeket tárnak fel, amelyek potenciálisan hasznosak lehetnek az időutazás megértésében, bár közvetlen alkalmazásuk egyelőre nem világos. Az úgynevezett kvantumgravitációs elméletek, amelyek a gravitáció és a kvantumfizika összefüggéseit kutatják, lehetséges kiindulópontot adhatnak az időutazással kapcsolatos kutatások jövőjéhez. Az egyik ilyen irányzat a húrelmélet, amely szerint a valóság legkisebb elemei nem pontszerű részecskék, hanem egy végtelenül kicsi, rezgő húrokból álló struktúra a húrelmélet hipotetikusan egyesítheti a gravitáció és a kvantumfizika elméleteit, megmagyarázva a téridő természetét és akár az időutazás lehetőségeit is. Az időutazás iránti érdeklődés nem csak a tudományos közösség, hanem a laikus közönség körében is nagy. Az időutazás lehetőségének gondolata egyetemes vonzerővel bír. Hiszen ki ne szeretne bepillantani a jövőbe vagy visszatérni a múltba, hogy helyrehozza az elkövetett hibákat. Ugyanakkor az időutazás valósága számos filozófiai kérdést vet fel. Ha valaha megvalósíthatóvá válna, vajon mi lenne ennek a társadalmi és etikai következménye? Az időutazás képessége hatalmas felelősséggel járna, és komoly kérdéseket vetne fel az emberi történelem és sors felett gyakorolt kontroll kapcsán. Tudományos szempontból az időutazás lehetősége iránti kutatások további ösztönzést adnak az űrkutatásnak és a fizikai határok feszegetésének. Az olyan elméletek, mint a féreglyukak nem csak az időutazás, hanem a csillagközi utazás terén is fontosak lehetnek. A gravitáció és téridő megértése mélyebb bepillantást nyújthat a világegyetem keletkezésébe és működésébe, és olyan technológiák kifejlesztéséhez vezethet, amelyek megváltoztathatják az emberiség jövőjét. Bár az időutazás elméletileg nem kizárt, gyakorlati megvalósítása a jelenlegi tudományos és technológiai szint mellett távolinak tűnik. A téridő szerkezete, a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet mélyebb megértése talán egy napon lehetővé teheti az időutazás realitását. Az időutazással kapcsolatos kutatások és spekulációk olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek túlmutatnak a fizikai világon, filozófiai, etikai és társadalmi kérdéseket érintenek, amelyek arra késztetnek minket, hogy újra gondoljuk az emberi sors, a szabad akarat és az idő természetét. Az időutazás tehát nem csak tudományos, hanem emberi értelemben vett utazás is. Az időutazásról szóló kutatások egyben az emberi kíváncsiság, a megismerés iránti vágy és a saját határaink feszegetésének szimbóluma. Az időutazás témája, függetlenül attól, hogy valaha megvalósítható lesz-e, arra ösztönzi az emberiséget, hogy egyre mélyebb kérdéseket tegyen fel a világ mindenség és önmaga működéséről, és hogy tovább haladjon a tudomány és filozófia örök útján. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, illetve megnyomni a kis harangikont, hogy ne maradj le a friss tartalmakról. Ha szeretnéd támogatni a projektet, látogass el a Kofi oldalunkra, ahol meghívhatsz minket egy kávéra. Vagy légy csatornatag, így exkluzív tartalmakban is részesülhetsz. Ha csak 50 forinttal szeretnél hozzájárulni a projekthez, használd a mohuri.qr kódunk. Nagyon köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő epizódban.